Tja! Szávasztok gyerekek, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő farmingos játékkal. Úgy gondoltam, hogy néhány ilyen farmos játékot kipróbálunk, aztán így rákerestem Steamen egy-két címre, és képzeljétek, szembe jön velem ez, aminek az a címe, hogy az utolsó farmer. Hát nem tudom, hogy mit szívod, vagy mennyit, vagy mit nem az a készítő, aki olyanra gondol, hogy egy posztapokaliptikus világba szeretne egy farmer játékot, de nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen jellegű játék lesz. Szóval úgy látom, van minimapunk, vannak itt baloldalt kijelzők, amit a nagy fejemtől nem láttok, én is csak úgy, hogy éppen hogy. Szóval van kajaszintünk, piaszintünk, meg minden azt a bőtje röcsém. Ennek az egérérzékenységnek azért vannak határa. Várjatok, hadd nézzük már meg valamit. Valami, semmi, bazze, semmi. Nincsen nekünk olyanunk, hogy fényerő. Nincs olyan, hogy fényerő, úgyhogy akkor cseszhessük. Na, hoppá, van nekünk staminánk. Meg van valami, van térképen mutassa, hogy hova kell menni, vagy valami. Nagyon nem kell összetörnöm magam, nem kell kinyírnom magam. Valószínűleg vannak ellenségek ebben a játékban, de most képzeljétek el. Valaki készít egy játékot, ami konkrétan... Na, nagyon jó, itt van friss víz. Hú, de örülök neki. Azt a bőtjár. Oda néz, ott van már egy kóró, amit lehet, hogy le kéne szedni. Mi az? Várj. Nem kell letörni lábamat, vagy ilyesmi. Teljesen ilyen 7 days to die-os beütés. Mi ez? Kollektőrök. Hoppá, szereztünk egy krumplit, de valószínű, hogy nem ez lesz a... Oda nézzetek, megérkeztünk a farmunkra. Hát, komolyan mondom, néha meg... Várjatok, nem lehet. Hát nem tudom, ilyen 7 days to die-os utóérzésem van, és emiatt így ütni akarom ezeket, hogy kiszedem, aztán csinálok magamnak mindjárt kapásból egy ilyen kőbunkort. Jaj, ott is van egy olyan valami csoda, valamilyen dolog. Meg itten van a víz. Ebből mit kell? Innyakö, vagy mit kell innyakö? Meg fürdök? Lefürdök? Ne fürdjél le. Jó, gyűjtsük össze, traktorunk remélem, hogy lesz. Azt akkor lehet vele veretni, mint a veres egyházi, ugye? Hoppa, itt egy raklap, várjál. Biztos lehet kollektőrni mindent is. De egyébként ott van, ott mi az őrtorony, ott van egy alagút, itt van egy fal, meg ott is végig fal. Wow! Na találtunk egy sheltert, ami el van hagyadva, és ez jó lenne nekünk ilyen workshopnak, vagy mit beszél? Még mindig beteg vagyok, úgyhogy végig fogom kölni az egészet, úgyhogy szaszorri járt a gyerekök. Jó, csapjuk neki. Ezeket összeszerem, nem tudom, krumplin már van 3 darab, lehet, hogy el tudom ütetni majd, vagy valami. Traktore? Hol a traktore? Jaj! Hát már most látom, Wordos van. Jó, azt mondja, hogy ez egy befejezetlen jármű. De gyerekek, olyan sötét az a játék, nem tudom ti is, hogy élitek-e meg. Van valami, hogy rögge van, vagy este van, vagy valami? Van itt a gázpalack, mit kell itt csinálni? Meg kell csinálni Wordát? Már ezt tudom itt júzolni, vagy elbe... Azt a becsár, beleütöttem, nem akartam, bocsánatot kívánok. Hát ki kéne lootolni mindent is, gondolom. Aha, javítani tudok dolgokat, vagy E betű. Aha, jó van. Ez milyen, sztárolók? Ó, jó. Ó, tudok izét gyűjteni, bocsocs. És az interior objecteket is össze tudom törni. Ó! Itt tudok craftolni, oda nézzé. Itt van, hogy blueprintjaim. És akkor gondolom, akkor ezeket tudom lecraftolni. Oda nézzé, mi? Campfire, úristen. Visszatértünk szemedre, és rájön, mert nem akarok craftolni egyébként. Hogy kökire érte innen? Oké. Okay. Ja, hogy? Oda nézzé, mi ez? Pickup. Egy autókerék. Hát azt lehet, hogy az autóra kell felrakni, nem? Durrancsuk rá. Aha. Oké, okay, föl is raktuk. Kicsit ilyen, tudjátok, mi itt érzem, hogy kicsi long drive, kicsi farming szimulátor, kicsi 7 days to die. Meg kell javítani valami hammerrel, de érdekes, hogy a hammerrel meg kell javítani, de ezt meg engedi használni. Jó. Ugye? Ez ugyanaz. Jó. De ez miért? Mi ez? Itt lehet craftolnom? De miért csak ott? Vagy hogy működik ez? Inventory. Itt az, ennyi az inventory-nk? Ja, meg van egy, lehet egy táskán, gondolom, azt megköszerezni. Ez mi? Hoppá, egy blueprintet szöröztem. Hoppá, lehet nyitogatni az ajtókat. De egyébként miért ilyen rohadt halk ez a játék? Valamelyik játék olyan hangos, mint az állat, ez meg olyan halk. Game volume. Jó. Úgy, legyen neki hangja.
Na, mi ez? De mi az műtrágya volt? Azt te mondjátok, itt tényleg komoly dolgok lesznek. Buri? De valami zseblámpa, vagy valami Ez mi volt? Az, mibe vagyunk, hallod? Láncingbe? Így lépkedünk? Ez komoly? Jó van, körülnézek mindjárt, gyerekek, ne aggódjatok. Várjatok! Nem arról volt nagyba szó, hogy izé, hogy szét lehet szedni a dolgokat? Ja, ott van, hogy kraftolni kellene valami izéket, cuccokat. Aha, mindjárt várjál. Itt még gyorsan körülnézek, megkeresek egy dolgokat. Ezt megyünk tovább. Azt a betyár, jó van, na, nem akartam beleütni az ajtóba. So sorry. Na, ott van a jövő őrtornyok, lehet, hogy arra még nem kellene menni. Azt írták, hogy ezeket a bokrosokat... Na, van botom. Egy darabot. Aj, de jó. Azokat meg kellene kraftolni ott. Azokat túlokat. Gyerekek, most meg olyan hangos az a játék, fúj a szél. Ezzel fogok kettőkörészt itt, nem? Egyébként, game volumot, így. Jó. Na, de ezt vágjátok, hogy egy picit lehalkítasz a játékon. És már nem volt hangja? Szó szerint nulla hangja lett? 80%-ra lehúztad, nulla hang volt. Ezt lehet, hogy nem lehet szétverni. Ezeket a bokrokat kellene szétcsapni. Ott van valami. Mekkora a map? Hol a mapunk? Van mapunk? Várja, M. Rikosz. Ó, figyelj, nagyon nézzék, küldetések vagy mik. Ó, Jézus Úristen! Jézus Úristen! Jézus Úristen! Én azt hittem, hogy ez egy ilyen kicsi gagyi játék, de ma látom, hogy itt aztán komoly dolgok vannak, tényleg. Várj, küllyet is szöttünk. Le kéne kraftolni azokat a dolgokat, gondolom, hogy ott vannak. Jó van, tudunk futni, és jó van, szuper. Föstéket nem tudjuk felvenni. Jó. Jó, ez a jármű majdnem kész, majdnem meg lett építve. Hiányzik az motor. A motorja a raktárban van, a Desert Core logó alatt. Sok zombi és bandita van arra, megpróbáltam ő megszerezni régebben vagy előtte, de sokat a bandita és a zombi. Aha, valószínűleg, hogy nem sikerült neki. Aha, itt a motor. Ja. Ha a motort kellene, akkor megszerezni, addig hiába is pörgetem itt magamat. Viszont kellene kraftolni néhány dolgot, mindjárt megnézem, hogy tudunk-e. Aha, Stone Spirit már tudunk. Ehhez mi kell? Ja, ahhoz kettő kő kell. Jó. Oké, okay. Akkor csináljunk egy Stone Spirit. Ez már gondolom, akkor... ó, ez már tudok gyilkolózni. Nézzük, még esetleg nincsen valami. Ez mi? Jó, hát oké. Mit kellene még lekraftolnunk? Ásót! Bazze, ilyeneket kell, hogy ásó. Akkor ezek szerint itt lehet ásni rendesen. Hát valószínűleg mi? Mellene cube. A gyerekek, csak az a nagy probléma, megmondom őszintén, hogy egy küllyet meg mindent összeköszedni akkor nem szabad itt tökörészni. Neki kell állni komolyan dolgozni, mert egyébként ilyen fogunk veszni. Ez már most érdekel az a játék, komolyan, tényleg. Küllyeket összeszedjük, meg szerintem ezeket a krumplikat lehet, hogy nem elültetni kell, hanem lehet, hogy meg kellene eszegetni. Jó, stone. Ezeket a cserjéket kiverem. Egy darab bot, egy darab cserjével. Ma három botom, meg három. Ez micsoda akar lenni? Ja, ez izé. Ez pedig... trágya volt, vagy mi az. Na, gyerekek. Viszont a játék érdekes. És azt szeretem, én imádom az indie játékokat, gondolom tudjátok, hogyha egy játék érdekes, szerintem az... sokkal többet tud adni, mint hogyha mondjuk ilyen nagyon über grafikája van. Hogyha van egy érdekes koncepció, amit meg szeretnél ismerni,
Ez tök jó tud lenni. Hát kellene egy szerszámok, gondolom. Building a fence around this place will help keep me safe from wandering zombies. Ha, ja, oké, innen akkor nem menjek nagyon ki még. Gyűjtünk mindent, lecraftolunk mindent, azt akkor neki indulunk, mert valószínű, hogy neki kéne indulni. Valami motort meg kellene szerezni a járműbe, gondolom. De miért farmer? Miért utolsó farmer? Ezt nem nagyon tudom összerakni, de figyelj, igazából akkor ennek... Ott a kormánya, hallod? Ott a kormánya. Oké, okay, és akkor ezt is vissza tudod rakni, ugye? Jó, és akkor elvileg... Ja, itt még hiányzik egy kereke. Ez lehet, hogy itt van valahol, de olyan tök sötét az a játék, gyerekek. Szóval, mintha mondtam volna. Nézzük, mit tudunk craftolni. Aha, meg tudom csinálni az ásót. Ezt. Jó, craftoljuk le. Spear az nem kell. Kell ez. Jó. Oké. Okay. Kellene egy balta, és kellene egy klub. Club. Várjál, ezeket nem tudom így... Nem tudom egyébként, hogy mit lehet szétszedni, és mit nem. Az egy kicsit probléma nekem. Meg nem tudom, hogy mi kell hozzá a boltához, meg a klubhoz. Most meg tudom nézni itten valahogy. De érdekes, hogy... Ah, itt van. Ja, bazza, nem ott volt. Le tudtam ezt is craftolni. Mi az, ami kell még? Nem tudom megnézni így. Pillanat. Egy stone. Egy fejsze. Ahhoz kellene nekem három kő és kettő darab bot, és akkor meg is vagyunk konkrétan minden. Van ásónk is, van baseball zütőnk, azzal tudunk csapettani. Jó, ha gyorsan körülfutok, aztán szerek össze kujjert meg mindent. Egyébként, ja, ne, az a baj, hogy van durability-e, azért ütöm kézzel ám ezeket, hogy nagyon még ne... Nem akarom leamortizálni, ezt ki tudom kézzel is szedni. Kő kell ugye, meg ez, várjál. Meg kettő kő kell, meg egy darab még ilyen szerintem. De többet is adhatna, nem? Vagy nem tudom, hogy van ez. Várjál, hogyha van nekem ilyenem, akkor a kőből nem tudok kinyerni. Jó volt ez. Nem ad ilyet? Várj, három. Mi a fasz? Mi a... Na de jó, hallod, ez fut! Mi a messze oda? Csinál semmi. Mi? Hát mi? De erről nem volt szó. Szerintem most meg tudnám csinálni ezt a baltát, de ezt is... Öcsém. Húzd be a fejed! Volt nála, mi ez, rongy? Klot, aha. Jaj, ledobtam a klotot, dikasz. Ha, még a íze is ugyanolyan. Ez nagyon, nagyon, nagyon Seven Days to Die-os. Hogy kellene... Á, te fiú, hát az... nagyon Seven Days to Die. Hát meg nagyon-nagyon minden Survivor játéka a világon, ugye? Ever. Oké, akkor megcsinálom az utolsót, azt akkor remélem, hogy ad valami új küldetést, hogy nem tudom, mit akar csinálni velem. Ez kell, ugye? Plantert kell csinálni. Mi az a planter? Planter. Oda néz kell hozzá. Ilyen. Dirt. Dirtöt, aha. Wood plank kell hozzá, és dirt. Dirtöt gondolom akkor ásóval lehet ki nyerni. Jó, oké, semmi gond. De egyébként nem kezd el sötét lenni? Vagy valami? Nem vagyok ebben biztos, hogy jót csinálok. Ah, de ott. Jó, ott bal oldalt hírja. Jó. Csinálok kettő plantert. Oké, okay, és akkor...
ez muszáj nekem? Várjál, ezt a speedre lehet, hogy jobban boldogulok, nem? Ne? Hát de úgy fut az, mint a befőttes gumi, ahogy gurul. Na, ja, van nála kóla, hát ezt meg is iszom mindjárt, figyelj. De ezt mindig így kövátkusz ki a huzingánom, vagy valami gyors billentyű esetleg. Viszont megint van egy rongyunk. Figyelj, ezt meg is iszom, mert már kezdünk ám szomjazni, csak ti ezt nem lássátok. Ezt lehet, hogy leköraknom ide. Jaj! Jaj, meg is itt egyből, jó van. Megegyem a krumplit, vagy mi legyen, gyerekek? Együnk krumplit? Jó, ettünk egy kis krumplit, biztos jót tesz nekünk. Egyébként már fáradtak is vagyunk. Fú, ja, nem tudom, hogy kell aludni. Úgyhogy ne kérdezzétek. Ja, de miért van ilyen sötét? Hogy kell aludni, gyerekek? Van valami íze? Settings az nem valami... ennyi. Úgyhogy érdekes. Meg nincs egy darab világító dolog, valami torcsod, vagy valamit kellene. Egy campfire, 10 darab izé kell hozzá, gyerekek. Nem biztos, hogy az kellene, ott a torcs. 2 és 4 darab fa, úgyhogy kellene szereznünk fát. De én azt gondolom, hogy a baltával esetleg akkor már ki tudnánk vágni dolgokat. Ugye, mindjárt nekiállunk vágni fát. Azt csináljuk egy torcsot. Hogy értek már mindent is. Hogy ebből tudsz ilyen palánkot csinálni. Vagy ilyen deszkát. Bocs, hogy itt betegen szenvedtetlek meneteket. Jó. Na, ez így jó lesz. Így jó lesz. Hú. Kösz. De legalább van rongy. Gyerekek, a korom sötét van, hallod ebbe a játék? Menjünk vissza. Mennyi kellett a torcshoz, hogy mit csinálják gyerekek? Hát ez... Hol lehetne aludni? Nincs valami ágy. Nem látok semmilyen ágyat. Ez így nagyon szégyen lesz, itt megdöglünk az elején. De érdekel a játék nagyon, aztán... Oh, bucketet, ezt tudnék csinálni. Tudnék bandage-t is csinálni. Hol volt a torcs? 4 darab fa kell hozzá, és nekünk annyi nincsen. 2 darab van. Meg nekünk ugye izét akarja csinálni, ezt plantert. Ez kell 3 darab ilyen. Hát fát kellene vágnod, de akkor nem sötétbe. Ezt nem tudom felaprítani mássá. Itt be nem tudok szétverni valamit, mondjuk... ilyen fát. Nem tudok kinyerni belőle. Itt van például egy kadarraklap valahol volt. Itt a... Ha! Vágja! Ó, itt letten dolgok. Kár, hogy nem látok az orra. Az orra még nem látok, hallod ebben a játékban, hogy nagyon föl kell készülni, értsém. Tényleg a világodat nem tudod, hogyha nem jól csinálod a dolgokat. De már nem fogom feladni, le akarok kraftolni egy rohadt tüzét. Meg a kraftolási dolgokat egyszer nem tudod megnézni itt. Az egy borzalmas. Így mereztem a szemem, tesók. És így nem tudott állítani a fényerőt. Fúj a szél, csillagos éjszaka, csodálatos. Na, egy torcsot csinálják gyorsan, mert mindjárt megbolondul a kapám. Na. Jaj, de jó. Ennyi? Nem mondod. Ennyi? És ezt lehet rakni, vagy valami? Nem hiszem. Nem, hát ez borzalom. Nem tudom, hogy kell aludni. Nincs billentyű kiosztásról, azt felejtsd el, nincs billentyű kiosztás. Nem tudod megnézni, hallod? Ez kemény, nem? És akkor gyere rá. Lehet, hogy bedrollt kellene, vagy valami ilyesmit kéne kraftolnunk, nem? Várj, megnézem, hogy nincs bedroll, vagy valami ilyesmi. Nincs. Konkrétan nincs. Hát akkor hol fogunk aludni? Hogy meg kell várni a reggelt? De ez így nagyon-nagyon kellemetlen tud lenni, nem gyerekek? És nagyon kis érdemes mennünk.
Ja, hát ez így, nem tudom, körülnézek esetleg, hogy mit lehet itt bent találni. Gondolom, hogy mindent is szét lehetne verni. Az addig jó buli. Az miatt nem lehet semmit megfogni. Hát ez nagyon nagy cumi ez a játék, te eddig. Jó, meg kéne csinálni azt, azokat a plantöröket, nem tudom, hányat tudnék. Ja, jól van. Igen, a dört. Meg három darab, és akkor pont meg is tudom csinálni, jaj, de jó. Ezzel folytatódik a sztori. Egy. Ja, nincs neki helye. Az a baja? Itt az úgy jó buli. Ez mi? Dört. Ez is dört. Várj, akkor ez menjen ki a levesbe. Aha, külön rakja, jaj, de jó. Viszont ezt most már fel tudom menni. Oké. Okay. Jó, gyerekek, meg kell javítani a járművet, azt mondja. Meg kellene csinálni, ja, meg kell javítani a portative workbench. Portative workbench az mi? Ebbe kellene egyébként még egy wheel, egy engine és battery. De éjszakon nagyon nem mernék elindulni, megmondom őszintén. Az a gond, hogy itt, ugye ez, ilyen alap dolgokat tudok csak craftolni. Egyébként valami láda, vagy valami nincsen, ahol tudnék pakolni. Itt, ez mi ez? Hátizsák, hát ezt is gondolom kell szerezni, vagy pedig kell csinálni. Itt van, itt van egyébként. Kötél. Kötél is kell hozzá. Ja, oké. Okay. Small backpack, itt a small backpack, gyerekek. Kötél, azt nem tudom honnan. Azt írja, hogy tudok a workbenchbe tudok craftolni. Hát akkor hol van? Hol? Itt a rope. Ah, jó, oké. Okay. Jó. És akkor most még már nem fogom tudni lecraftolni azt, ugye? Hol van? Small backpack. Három darab rony kell hozzá. Nekünk van hozzá nulla darabunk, úgyhogy mindenképp zombit kell ölni szerintem. Máshonnan nagyon lehet, hogy nincs. Vagy pedig, várjál. Ez mi? Ezeket mi? Ezeket azért mutatja, mert szét tudom szedni. Aha. Szerintem szét fogom tudni ütni. Aha. Várjál. Ja, és akkor ez ilyen vaslemez. Az jó, az jó. Mindig mutatja, hogy mit tud szétszedni, látod? Ez egy tök jó dolog. Úgyhogy itt mindent le tudnál scrapelni, csak nem tudom, hogy kell aludni. Várjál, Z vagy V vagy valami. Sajnos nem. Szerintem ezeket szétcsapkodom. Csak az a baj, nekem pont klot kellene. Figyelj, hasznosítom magam addig is, amíg itt éjszaka van. Ráadásul az a mond, hogy kéne, mindenképpen kellene aludnunk. Fogy maga a... Ez a... Hát honnan az anyámból? Hogy tudjak aludni vele ezzel? És én vagyok ennyire béna. Most meg van tök sötét van, gyerekek. Az mi? Valaki ott világít, he? Van valaki világít. NPC? Hello, haver, mi újság van? Mit világolsz? Bazen, ez nem zombi, hát a zombik nem világítanak. Gondolom. Hi! Mi a passz ez? Mondom, ez egy izé, ez egy NPC, kereskedő dick. It's not often you meet a traveler in these parts. I'm a merchant. We can haggle. If you're looking for adventure, there's a tower nearby where I and another survivor mine iron. Jó, oké. He has goods for sale too, so... Ó, tudok venni tőle sleeping bag-et 500-ért. Mennyi pénzünk van, gyerekek? Nincsen helyünk inventory-ba. Eladni nem tudok? El tudok adni dolgokat. Várj, mennyi a pénzünk? Hol a pénzem? Hol mutassam pénzem ma? Várj, ezt eladom, azt... Jaj, nincs semmi pénzem, hallod? Nem jó.
És ezeket, ezek nem akar adni egy darab. Gyere, várjál, ez 0, ez 35. 8, jó, ó, ez jó, ezt el tudom adni. Kell egy sleeping bag, gyerekek, asap. Vasat elhagytuk. Főt nem kövi, kül, nem kö, nem kö. Várjál, várjál, várjál. Rópot venni meg, jaj, nem tudok venni, bassza. Szét kell volna vernem még dolgokat. Figyelj, ez itt lesz még? Mert akkor izé, akkor gyorsan visszajövök. A sleeping bag-et veszünk. Valahol, ó, bassza. A gyerekek, ez a túlélő játék a javában, öcsém. Itt aztán tényleg sötét van, azt sem tudom, hol van az izé, pecom. Hallod, most nagyjából ugye arra mész, amerre voltál, amit tudsz kitalálni. Itt. Ez mi? Ez az? De hallod, ez hogy került ide egyáltalán? Vagy milyen megfontolásból hogy tűnt elő? Mert ez szerintem, ez nem volt itt. Nagyon érdekes ez a játék, ne haragudjatok, de tényleg az. Most az lesz, szétverek mindent, azt veszük egy sleeping bag-et. Összegyűjtök mindent is, figyelj. De mondjuk ezzel nem megyünk a búcsúba. Aztán fogadni mernék, hogy majd később meg kell ez a metál dolog. De gondolom, hogy lehet ezt bárhol is itt kigyűjteni. És ez hova esett? Sehova? Evített hica? Jól van. Hát össze kéne szednünk még, mennyi pénzünk van? 2,80, körülbelül 8 darabot még. Akkor lenne nekünk a jó. Hát fogadjuk, nem fog kijönni. Biztos vagyok benne. Judgment night. Négy nap left. Hallod? Most van éjfél. Szerintem izé az valami ítélet napja. Vagy éjszakája. Azt gondolom valami kemény helyzet lesz. Úristen, mi lesz ebben a játékban még, gyerekek? Mi lesz ebben a játékban? Imádok úgy játszani egyébként egy játékkal, bármennyire is azt mondjátok, hogy hülye vagyok, hogy én így játszok, hogy én fedezem fel a dolgokat. A legjobb dolog, gyerekek. Soha ne csináljátok azt, hogy jó, de legalább reggel elég. Merre volt az űrge? Ürge-fürge? Fogadjuk, már nincs meg. Fogadni mernek, elment. Itt volt valamerre, nem? Gyerekek, az lelépett, hallod? Akkor ezek szóval tényleg ilyen... Tényleg ilyen traveler volt, ilyen utazó, mert nincs sehol, ott meg már arra másfele van. Jó, akkor figyeljetek, ez van. Hál' Isten reggel lesz. Azt a vasat tök jól megveszik, ezt visszük magunkra, egy darab követ lehet, hogy nem. Megpróbálunk elmenni másfele, jó? Az lesz. Szerintem a járműnek kellene megszerezni az alkatrészeit, körülnézzük meg a környéken nappal. Viszont ezt tanuljuk meg, hogy... Itt, bazd, aludni kölcsém. Mert különben véged van. Éjszakát mindenképp át kell aludni. Ezeket szétverem még. Aztán reggel lesz, azt már irányozunk is, megyünk is, mint az őrültek, jó? Legközelebb a fészkevet majd... Ó, volt benne egy ürítő. Ezt az egy követért azt mondja, hogy kidobja a keeper, és ezt az ürítőt, meg a krumpligat lehet, hogy megeszem. Azt maximum, hogyha nagyon elcseszi a keeper, akkor újra kezdjük, jó? Jó, fákja már nem kell. Ja, egy hátizsákot nagyon kellene csinálnunk. Ugye, klotból majd tudunk. Hogyha tudunk szerezni, nem is tudom hány klotot, hármat. Egy beg... Sorry! Akkor mindenképpen csinálunk egy backpacket. Meg is nézem, hogy mi kell hozzá pontosan. Na, azt hiszem, a rópunk megvan. Figyelj, tudnánk egy ilyet csinálni, ami... Aha. Ah, meg lehet javítani egy olyan járműveket, ami... Figyelj, ezt én lekraftolom, apám. Amikor a zombik szélvertek, úgyhogy lehet, hogy találok a járművet. Az mondjuk egy izgalmas dolog lenne. Fú, bazza, itt csomó dolog van, ami érdekes. Csak az a baj, a backpack, az kellene nagyon nekünk. Meg az érdekelne, hogy most én ledobálok ide dolgokat, azok eltűnnek-e, vagy nem? Na, ha eltűnök, akkor probléma van. Mindegy, nem tudom, mit szórjak le. Figyelj, valószínű, hogy ezt a dörtöt, mert az igazából annyira nem fontos. És akkor csinálok én egy ilyen csavarkulcsot, mert ezeknek lehet javítani járműveket.
Oké, az oda is került, jó. Ezt lerakom magamnak való. Na, gyere már, hogy valami legyen. Gyere. Így. Jó. És akkor megyünk, kirándulunk egyet, körülnézünk. Egy dolog még. Még egy dolog. Ez mi volt? Ja, ez a dörcöm. Lehet, hogy megpróbálok megölni zombit. A krumplit meg akartam menni. Megettem a krumplit. Hol a krumplim? Megettem a krumplit? Vagy mi? Megromlod? Vagy mi? Hova tűnt? Megettem a krumplit. Megölünk zombit, aztán tudnék csinálni egy hátizsákot, az jót tenne. Jó. Ez az. Hány darab rony kell hozzá, gyerekek, emlékeztek rá? Mert én rohadtul nem. Akkor 1200, itt tudunk majd túlélni. Ezt lehet, hogy fel lehet javítani, meg ilyesmi. Hú, ez egy izgalmas játék. Imádom az új játékokat. Sokan úgy vannak vele, azt így megfigyeltem, hogy félek. Félek az új játékoktól. Van olyan ismerősöm, nem mondok neveket, komolyan, hogy konkrétan úgy gondolja, hogy az új játékoktól mondhatni majd, hogy nem tartani kell. Igaz, rohadtul nem. Na most mi van, itt van a backpack-em, vagy mit kell ezzel, hogy kell fölvenni? Ja nem, oda kell húzni, gondolom. Állj meg. Egyébként az irányítás az baró mi fapad. Kettő darabban lettem! Menj az anyádba! Jó, oké, elhiszem, hogy kettő darabban. De egyébként valamennyire szinte hiteles is, mert hát... És hány darabban lenne több? Itt meg... Nem a krumplimban itt? Nem. Mi volt ez? Szerintem a krumplimat azt ugye hagytam, mint a szart. Jó. Na gyerekek, megyünk egy kicsit körülnézni. A mapon itt errefele vannak dolgok, meg igazából az a durva, hogy mindenfele vannak dolgok, ilyen nagyon brutális, azt sem tudom, milyen jelek ezek. Várjál! Soldier Camp! Ezek meg ismeretlen helyek. Ó, hát ez nagyon izgi. Megyünk tovább, gyerekek, veressük neki! Jó, nem baj, hogyha előlni zombit, bandást azt tudnánk csinálni. Az a baj... Az a baj, hogy nem tudsz... Nem volt semmi. Nem tudsz craftolni vadonba magadnak olyan dolgokat, amik esetleg kellhetnek. Ott szerintem le van zárva az, legalábbis én úgy gondolom. Elmegyünk erre. Megnézzük, hogy mi van. Itt van egy kapásból egy épület. Azon gondolom, hogy ez le van zárva, mert itt nincs is jel. Látjátok? Hanem csak arra fölfele. És ez valami lezárt rész. Azt nem biztos, hogy nem lehet arra menni, de én gyanítom. Az a Traveller az tök jó volt, hogy van NPC meg ilyen. Á, na, ez tetszik ez a játék, én már most látom. Ebben ízét fogunk, időt fogunk mindenképpen fetszölni. Ez egy jó játék. Bemegyünk ebbe a házba, körülnézzünk, próbáljuk valamennyire kerülni a zombikat. Bár az a jó, hogy itt a zombik azok lootolhatók. Ott is vannak, és ez egy nagyon... Oda nézd mekkora. Ez egy nagy open world világba. Open world világ az... Az eléggé, nem valami logikus azt mondani, hogy open world világ, nem? Mert az open world, az már alapban egy nyitott világ. Open world, nyitott világ, még az lenne a legszebb mondat, így a földön. Figyeljetek, itt azt van minden, mint a bucsúban szerintem. És szerintem itt is... Szét lehetne verni a dolgokat, amiket szét lehetne verni. Hát ezek a zombik azok nem jók. Az a baj, nem tudom, mivel lehet még interakcióba lépni. Jó, most én itt nem verek szét semmit, nem nagyon látok itt semmit, amit lootolni lehet. Az a baj, tényleg valami fejlámpa, vagy valami kellene, bevegyünk ebbe, van egy rendes település van. Valami fejlámpa, vagy valami jó lenne, mert tök sötét ez a játék, vagy pedig valami hardveresen megpróbálom följebb vinni a fényerőt, mert ez nagyon gyér szerintem. Ott egy kamion. Ha, ott egy kamion, gyerekek. Ez egy ilyen Mad Max-szerű világban játszódó farmer játék? Van ilyen? Meg egy rengeteg zombi, szerintem ilyen helyeken sok a zombi. Aztán elég hamar... ott egy vaddisznó, Dick. Ott volt egy disznó. Lehet, hogy hamar meg tudnak minket csettinteni. Azt az nem lenne jó. Ojoj! Jó. De kettő ütéstű halnak, úgyhogy jó. Csak arra kell figyelni, hogy nem-e fut rád több.
Roncs, a roncs. A roncs az jó, mert kell amúgy is. Bár lehet, hogy lehet craftolni valamiből, nem tudom, lehet gyűjteni valamit. Azt a vadisztót, azt lehet, hogy meg kéne őnyi. Megtámad ez minket? Ez nem. Ne! Föl lehet venni a Risnoid! Ej! Megüleltük, baza! Hát ez egy gyönyörűséges. Most akkor elrobom? Fussá, baza! Hát most én ezt kinyírtam. Gondoltam egyébként, hogy valami hús vagy valamit ki lehet belőle nyerni. Azt majd megesszük, hogy nem tudom. Ezek szerint konkrétan állatot lehet tartani. És ezt ugye valami, nem tudom, valamilyen szinten lehet szaporítani. Gondolom nem véletlenül veszed föl, miért vennéd föl az öletbe a disznót amúgy. És ott is van valami lezárt rész, nézzétek, vagy valami, nem tudom mik ezek. Ez egy benzinkút, úristen! És figyeljetek milyen izék. Milyen összetett szerkezetek vannak, meg épületek erre. Hát én ki nem néztem volna, és itt is van egy olyan műhely, mint az enyém, és... És itt is szét lehet verni mindent, gyűjtögetni, gondolom megvan, hogy mivel, mit. Aha, van benzinkút. Nekem ez a Sphere ez jobban tetszik egyébként. Egyébként mindent szét lehet verni, még ezeket is szét lehetne verni. Nem tudom, hol találhatom meg a járművemet. Ott van valami. Nézzük meg, mi van ilyenkor egy ilyen kérdőjelnél. Lehet, hogy valami küldetés. Vagy pedig... Ott van valami lúd, gyerekek. Az egy konzerv volt? Akkor meg is eszem, hallod. Az a baj, hogy elég nyögvenyelős az irányítás. Hogy így mindig le kell rakni. Meg, fú, de gusztustalan ez a konzerv. Meg mindig konkrétan azt lehet, hogy észrevett. Ez valami nagyobb, nagy darab zombi. Úgy látom, hogy vannak többfajta zombik. Tudunk ugrani? Tudunk ugrani, jó. Lehet, hogy át kéne nézni a dolgokat, de nem tudom. Így föl tudunk menni dolgok tetejére. Jó, figyeljetek! Mindenképp arra orientálódunk, meg kéne nézni azt a Soldier Campet, hogy ők konkrétan minket támadnak, olyan Soldier Camp, vagy pedig olyan Soldierök, hogy velünk vannak. Csak elég beszélyes ez a környék lehet. Hoppá! Desert Cola! Erről beszélt a felirat. Emlékeztek? Hogy a járművünk ott van. A járművünknek a motorja. Állt a motorba, az ott a motor! Ott a motorunk, he? Csak be kéne jutni. Ott a motor, de mi... Jó lenne bejutni a motorért. Vannak itt olyan zombik, amik nem biztos, hogy túl barátságosak. Mármint úgy értem, hogy nehezebbeknek tűnnek, mint a többi. Nem kéne betriggerelni az összeset, hanem esetleg egyesével. Ott van az a nagy darab, az egy kicsit veszélyesnek néz ki. Ez jó, mert ez ilyen kettőszúrásos. Okay. Egyébként nincs... Ujjjjj. Mi volt ez, baza? Itt egy ajtó. Aha, zárva van. Null. Akkor elvileg van, lehet lockpickelni is, vagy valami hasonló. Jó lenne észrevenne valamelyik, de nem az összes. Az a nagy darab, az mit futkorászik, öcsém? Azon valami ízék van, mint hogyha valami... Valami gázmaszk, vagy ilyen palack lenne. Ó, van ilyen snackje. Ó, jó van, jó. A zombikat itt érdemes ölni. Bár nem vagyunk túl hatékonyak. Ha jó napja, mert gyere. Ej! Anyu! Jó az, hogy megtámadott egy kicsit. Ezt meg azért rongyot edobtam. Figyelj, minden ajtó zárva van. Hogyan megyek be ide? Te főbejáratom, mi? Jó, hát itt is ugye gondolom mindent is ki lehetne verni. Meg lehet, hogy itt van a, nem itt van a kerék. Az engine, oké. Okay. És az engine, azt ugye el fogjuk vinni, a V8-ot?
Hónunk alatt? Kellene valamit csinálnom, azon gondolkoztam, hogy megeszem ezt a kaját. Az nem hiányzik onnan valami nekünk? Ah, ne! Ezt így kell vinned! Az jó. Mondjuk egyen valósághűbb, mint hogyha zsebre raktuk volna. De azért ezt köszönöm szépen, hogy ölelve kell végigvinnem a minden hun is. Na, menjünk innen a fenébe, meg akarom nézni, hogy mi az a kérdője. Várjál, dobd már, vagy valamit csináljál vele. Nagyon hatékonyak vagyunk, jó van. És lehet nevetni egyébként ezen a játékon szerintem, mármint úgy, hogy biztos sokan azt gondolják. Figyeljetek, ezt hagyjuk itt, mert úgyis erre jövünk vissza. Jaj, a Seven Days to Die mennyivel jobb, meg mennyivel hú, ez mennyivel jobb, meg az mennyivel jobb. De valahol el kell kezdeni egy ilyen indie játéknak a fejlesztését, és higgyétek el, hogy amíg eddig eljutnak a készítők egy játékfejlesztésbe, főleg, hogy ez egy kicsi team, akár egy, vagy két, vagy három, vagy négy emberes, az rengeteg munka, és becsülendő szerintem, hogy akármennyire is, de próbálnak haladni. Ja, minimapon látni is már a... ezt elcsesztem! Meg fognak ölni minket, gyerekek. Nem tudok craftolni, ez egy vicc, mondjuk. Szerintem az a portative work... Mi az, gyerek, bazd, a gyerek? Úristen! És ne haragudjatok meg, de nem véletlenül nincsenek gyerekek egy játékba, mert azért az ember nem szívesen öli meg a gyerekeket. Seven Days to Die-ba sincsenek gyerekek, ahogy gondolom, hogy levágtátok. Mi? Valami betöltődött, csúnyán. Valami lesz itt. Mi ez a kérdőjel? Remélem, addig túlélünk. De figyeld, mik vannak itt ilyen... Olyan, mint hogyha valamit védeni akarnának itt. Itt van valami kérdőjel. De mi? Miért kellett ide jönnünk? Vagy mi? Érdekes, itt ilyen építmények vannak. Ezért kellett ide jönni egy printért? Ó, nem, magok vannak itt, meg mindenféle. De egy printért, egy blueprintért kellett jönnünk? Jó, de meg se tudjuk nézni, az meg a legszebb. Ó, itt tudunk aludni. Bazza, itt vannak ágyak. Fú, de nagyon meg kéne csinálnunk a kocsinkat, akkor lehetne felfedezni nagyon jobban is. Tudjátok, mit kellene megnézni? A mapot, vagy látni. Itt vannak ilyen magok. Hát nem hiszem el, bazza. Inventory full. Hogy itt tényleg bazza, izé kertészkedni kell. Azt nem mondjátok a végén, még traktorra szántani. Azt a mekkora egy izé. Mekkora egy dom. Na várjál. Öcsém. Legközelebb, ha kezdjük, kicsit szisztematikusabban, vagy folytatjuk, fogunk csinálni dolgokat. Gyere, de fölfutok. Viszont tök örülök neki, hogy a staminánk az elég jó bírja. Kíváncsi vagyok, hogy meddig látunk el, vagy ilyesmi. Aha, itt is egy kamion. Ez konkrétan egy ilyen teljesen kietlen világ. Ja, így szépen felfedeződik. Tudunk viszonyítani, hogy... Ja, jó nagy a térkép. Darabig kell pörgetni. És elvileg mögöttünk, valamerre arra, van egy katonai bázis, vagy valami ilyesmi. Én megkockáztattam, hogy lehet, hogy küldetéseket lehet fölvenni. Úgyhogy azt mindenképpen rá akarok nézni még. Ott vannak a katonák. Na, gyerekek! Lőfegyverek vannak, úgy látom. Hát figyelj! És ezek... Ezek lőni fognak ránk, vagy pedig barátok? Hello! Nem akarok lőni! Azt a bötyár, ide csettintett egyet a honnan? Gyerek! Hát ez mi? Bazze, én vagyok a Rambo! De mi? Melyik csettintett ide? Nem is látok egyet se. Hallod, de ki lő? Pattogtatnak rendesen. Keeper izébe megy. Rambóba, kirabolom őket. De most mi, honnan talál le? Én valakit nem... Ott van egy csávó. A szemed állja meg! Hát ez nem valami... Elég ingerszegény a csávó. Most figyelj, most szereztem meg a... És hol a puska?
Arról beszéljél. Jaj, gyerekek! Hát nagyon köcsögök vagytok. És azért, azért lehet, hogy nem túl gazdaságos egy darab konténerbe egy darab paradicsom magot szállítani. De figyelj, én be akarok jönni. Jó bírjuk a lövéseket, de mindjárt meghalunk. Nem baj. De a mesterséges intelligencia de nem, a, nem, egy, nem egy túl fényes. Mert körülbelül azon kívül, hogy állnak egy helybe, mint a faszent, nem sok mindent csinálnak. Ez meg mi ez? Kipufogó, hogy Turing kipufogó, ez olyan zsigulira, vagy mi az? Koppánydob. Figyelj, csávót, azért kis lazán így elsétálgat, nincs semmi baj. Ezt nem tudom megenni, mert akkor befalom, hallod? Úgy van, nyers hús, jól van. Kicsit ilyen Minecraftosan. Hopp, figyeld. Nehogy már találja, itt állok. Kukucs. Figyelj, lebököm én. Az a baj, hogy olyan sötét a játék. Mi van, halhatatlan vagyok, hogy elővi a fülemet, vagy mit csinál? Egyébként azt az ötjára, oda néz az AK. Most itt aztán meg fog... Jaj, ne. Azt a időt meg lűszert meg eldobtam valahova ide. Sose lesz meg, tudom. Hú, gyerekek, ez a sötét, ez kibírhatatlan. De miért van ilyen sötét ebben a játékban mindig? Még nem is azt akartam, ezt akartam ott lehúzni. És kereshetem meg a négy darab AK lőszert. Itt volt valahol le. Ott hát. Na, most megint kidobta. Ú, gyerekek, az irányítás azért itt nem egyszerű. És megint kidobta, hova dobta azt az AK lőszert? Rajd van a csávon, figyeld. Aha. Ide. Húzd már oda! Vagy valahova! Ez dob ki. Kezd elmenni a kedvem a dologtól, már csak azért egyébként. Olyan borzalmas az irányítás. Kén. Meg. A mesterséges intelligencia. Hát a zombiknak több eszük volt, mint ezeknek a katonáknak. Meg ez a sötét. Hát ezt nem tudom, ez kibírhatatlan, hallod? Nem is lát semmit. De ezeknél van egy csomó kaja, meg ilyesmi. Hú, hát nem tudom, gyerekek. Így a legutolsó 10 perc, ez így eléggé rányomta a bélyegét nekem itt erre a gameplayre. Amilyen jól indult. Te itt a katona, figyeld. Hallod, megőrülsz, figyelj, fejbe lövöm. Három fejlövést vitta. Hallod, nem csak én nem látok a sötétbe, akkor van látok. Az jó. Viszont vírjuk a dolgokat. Ott van még egy AK. Azért ezt lehet, hogy jól a pénzzel el lehetne adni, nem? Na figyeljetek, gyerekek! Mondjatok valamit. Én, amit így leszűrnék ebből a... hát egy óra talán volt ez a gameplay, lehet, hogy annyi nem. Egy. Miért van ilyen rohadt sötét? Kettő. Mi ez az esterséges intelligencia? Három. Mi ez az ordinári, szarul működő irányítás? Ez az irányítás, ez egyszerűen borzalom. Nem tudom, hogy mit képzeltek a készítők. Hogy meg mi ez a menü? Hogy a settingben nem tudod megnézni a billentyűzet kiosztást. Hogy én vagyok béna. English van, ezért ennyit tudsz állítani, és ez nagyon gyenge. De nem így kéne azért működni, ne haragudja. Meg hogy a játéknak a 60%-ában korom sötét van, meg amúgy is elég sötét az egész játék. És nem tudod állítani azt sem, úgyhogy ezek nem a legjobb dolgok. De írjatok véleményt ti is, nyugodtan. Rohadtul kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményetek. Jó van. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!